Jézus Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugvást adok nektek. A mi segedelmünk és Isten tiszteletünk megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Isten tiszteletünket a 105. Zsoltár éneklésével kezdjük meg, az első versét fönnállva, a második verset helyünket elfoglalva énekeljük, így kezdődik, adjatok hálát az Istennek. Magasztaljuk a mi Úrunkat, és hívjuk segítségül a Szent Lelket, a 369. dicséret első 4 versét, valamint a 9. versszakot énekeljük. A dicséret így kezdődik, jövel Szent Lélek, Úristen! Yeah.
Néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim, hallgassuk meg Isten szent igéjét, amit ezen a vasárnapon olvasok az Ószövetségből, a Mózes 4. könyvéből, amely a megszámláltatásról szól, annak 11. fejezetéből, a 16. verstől a 30. vers végéig terjedő szakaszt olvasom a gyülekezet, kérem helyét elfoglalva hallgassa figyelemmel Isten igéjét, a Mózes 4. könyvének, a 11. fejezetének a 16. versétől a következőket. Azután ezt mondta Mózesnek az Úr, gyűjts össze nekem 70 férfit Izrael vénei közül, akikről tudod, hogy a nép vénei és elöljárói. Vidd oda őket a kijelentés sátrához, és ott álljanak melléd. Akkor leszállok, és beszélek ott veled. Elveszek abból a lélekből, amely rajtad nyugszik, és rájuk is kiárasztom, hogy veled együtt hordozzák a nép terhét, és ne hordozd azt egyedül. A népnek pedig mondd meg, szenteljétek meg magatokat holnapra, mert húst esztek. Hiszen így siránkoztok az Úrnak, ki ad nekünk végre húst enni, milyen jó dolgunk volt Egyiptomban. Ezért majd ad nektek az Úr húst, és ehettek. Nem csak egy napig ehettek, nem is két napig, nem is öt napig, nem tíz napig, nem húsz napig, hanem egy álló hónapig, míg csak ki nem hányjátok, és meg nem undorodtok tőle, mivel megvetettétek az Urat, aki köztetek van, és így siránkoztatok előtte, miért is jöttünk ki Egyiptomból. Akkor ezt mondta Mózes, 600 000 gyalogosból áll a nép körülöttem, és te azt mondod, húst adok nekik enni egy álló hónapig. Lehet-e annyi juhot és marhát vágni nekik, hogy elég legyen nekik? De az Úr ezt mondta Mózesnek, talán kevés az Úr ereje ehhez. Most majd meglátod, beteljesedik-e az én szavam, vagy sem. Mózes kiment és elbeszélte a népnek az Úr szavait, majd összegyűjtött 70 férfit a nép vénei közül, és a sátor elé állította őket. Az Úr pedig leszállt felhőben és beszélt hozzá. Majd elvett abból a lélekből, amely Mózesen nyugodott és kiárasztotta a 70 vénre. Amikor a lélek leszállt rájuk, akkor profétáltak, de máskor nem. Két férfi azonban a táborban maradt, az egyiknek Eldád, a másiknak Médád volt a neve. Rájuk is kiáradt a lélek, mert ők is az összeírtak között voltak, bár nem mentek ki a sátorhoz. Ők a táborban kezdtek profétálni. Egy szolga elfutott és jelentette Mózesnek, hogy Eldád és Médád profétálnak a táborban. Akkor megszólalt Józsué, Nún fia, aki ifjú korától fogva Mózes szolgája volt, és ezt mondta, Uram Mózes, tiltsd meg nekik!
De Mózes így felelt neki, engem akarsz féltékenyen védeni? Bárcsak az Úr egész népe profétált volna, és rájuk is kiárasztaná lelkét az Úr. Azután Mózes visszavonult a táborba, Izrael véneivel együtt. Áldja meg a mindenható az ő igéjének hallgatását, szívünkbe befogadását, megtartását, fönnállva imádkozzunk. Hálás a szívünk, Urunk, azért, és dicsőítjük a te szent nevedet, mert nem csak az ige, nem csak az írás tesz tanúbizonyságot arról, hogy te gondviselő Isten vagy, hanem a mi tapasztalásaink is erről beszélnek. Te olyan Isten vagy, aki nem feledkezel meg a tiédről. Megfordítva a dolgot, ez nem igaz, mert mi megszoktunk feledkezni rólad. Különösen akkor, amikor jól megy dolgunk, aztán akkor, amikor hiányt szenvedünk, mint ahogy hiányt szenvedett a pusztában Izrael népe, akkor morgolódunk és elégedetlenkedünk. Hol van, hol marad az isteni segítség és támogatás? Bocsásd meg, hogy nem vagyunk jobbak és különbek azoknál, akik előttünk jártak. Légy könyörületes hozzánk, és jelensd ki magadat. Tápláld ne csak a mi testünket, amit megköszönünk neked, hogy gondod van rá, hanem tápláld a mi lelkünket is. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, aki harmadnapra föltámadta halottak közül, és megszentelte a vasárnapot, az Isten előtt való megjelenésnek szent alkalmát. Áld meg ezt az ünnepet úgy, Urunk, hogy ránk is áraszt ki a te lelkedet, ad, hogy az élő igének ne csak hallgatói, de befogadói és megtartói lehessünk. Jöjj közénk, kérünk. Amen. Az ige hallgatására készülve a 165. dicséret utolsó verszakát énekeljük, mely így kezdődik, jöjj és lakozz bennem. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim, az előbb hallott ószövetségi igerészhez még egy rövid szakaszt az Új Szövetségből olvasok föl, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 6. fejezetéből, annak az első 7 versét. Amíg a Szent Lelket segítségül hívom, felolvasom ezt az igét, és erről beszélek, a gyülekezet foglaljon helyet. Tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyv 6. fejezetének az első 7 verséből így szól Isten igéje. Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, a görögül beszélő zsidók zúgolódni kezdtek a héberül beszélők ellen, hogy a naponkénti gondoskodásban elhanyagolják a közülük való özvegyasszonyokat. Ekkor összehívta a 12 a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik. Nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál, hanem választhatok ki magatok közül testvérek 7 férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába. Mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett.
Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és szent lélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Prokoroszt, Nikánor, Timont, Pármenászt és Nikoláoszt, az antiókiai prozelitát. Az apostolok elé állították őket, és miután imádkoztak, rájuk tették kezüket. Az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim, előjáróban annyit szeretnék mondani, hogy megmaradok a református Biblia olvasó kalauz szerint, de nem a napi igék közül választottam, hanem a vasárnaponként jegyzett úgynevezett perikópa rend szerinti újszövetségi ige szakasz lett a mai ige hirdetésnek az alap igéje. Ennek az oka leginkább az, hogy párhuzamosságot érzek az egykor és ott történtek és a velünk történő dolgok közepette, és ezen igék alapján szeretnék szólni. Akik figyelmesen odafigyeltek, azok azt is észrevették, hogy az Ó és az Új Szövetségi ige szakaszban is vannak hasonló mozzanatok. Ott is feszültség támad a közösségen belül, ott is megjelennek szociális kérdések. Ott is bizonyos szempontból, így is lehet mondani, hogy a hatalom, de talán az a kifejező feladat megosztás történik. Mindez a lélek áradása és az Isten kinyilatkoztatása az Isten igéje alapján. Annyit szeretnék még mondani, és ez is a bevezetéshez tartozik, hogy nekünk embereknek, túlnyomó többségünknek a tévedéseink közé tartozik az, hogy hajlamosak vagyunk. Hajlamosak vagyunk eszményíteni letűnt korokat, időszakokat, történelmi, adott esetben társadalmi helyzeteket, azokat némileg magunkban túldimenzionálva, kiszínezve azt mondani és azt gondolni, hogy bezzeg akkor jobb volt, másabb volt, igazabb volt, emberibb volt. Talán 10 éve annak, hogy a gyülekezetünk egy markáns személyiségét eltemettem, elkísértük minden élőknek az útján. Ő a legtöbb találkozásunk és beszélgetésünk alkalmával azt mondta nekem, hogy az igazi időszak, az a két háború közötti, az úgynevezett Horthy korszak volt, mert akkor ebben az országban rend volt, az emberek tudták a helyüket, akkor a dolgok úgy történtek, ahogy azoknak történnie kell. Nyilvánvaló, egy fiatal korban megélt, eszményített kép az, ami beszélt belőle, mert hát a történelem tudomány azért föltárja azt, hogy annak a korszaknak is bizonyára voltak pozitív motívumai, de természetesen árnyoldalai is. De hogy közelebb lépjek saját magunkhoz, mi is hívő emberek, Bibliát olvasó emberek, olykor azt gondoljuk, hogy bezzeg a bibliai korokban a dolgok másképp voltak, egyértelműbbek, tisztábbak voltak. Az Ószövetség pusztai népének pusztai vándorlása során az Isten szinte közvetlenül mutatta meg az ő gondoskodó szeretetét és hatalmát. Hova tovább? Itt van az első keresztény gyülekezet, ahová az új szövetségi ige szakasz vezet el bennünket, bepillantást nyerhetünk. Hát ha ott, akkor ott biztos, hogy minden rendben volt. Helyén voltak a dolgok, hiszen kik voltak a gyülekezet vezetői? Az egykori tanítványok, az apostolok, akik Jézus mellett szocializálódtak, nevelődtek, közvetlen hatásokat kaptak, és ez bizonyosan rányomta a bélyegét a munkájukra és szolgálatukra. Ha oda tetszettek figyelni, de erről már utalást tettem, akkor a Szentíró nagyon tárgyilagosan, még hogyha a sorok között is, de kimondja, hogy feszültség támadt.
A Károli fordítás így mondaná, az atyafia között, a gyülekezet közösségében. A kiinduló ponthoz visszatérve, szeretett testvéreim, a Bibliában sincsenek eszményített korok, és legfőképpen nincsenek hibátlan és tökéletes emberek és közösségek sem. Arról beszélnem sem kell, hogy mi sem vagyunk természetesen azok. Mi volt a feszültségnek az oka? Megjelenik az első gyülekezetben is az, mint az Ószövetség népében, a szociális probléma. Valakik azt élik meg, hogy mellőzik őket, és bizonyos szempontból nélkülöznek. Aztán a következő motívum, az minthogyha egy nyelvi különbség lenne. Erről már többször beszéltem, hogy az első keresztény gyülekezet Jeruzsálemben abból a szempontból nem volt egységes közösség, hogy kétnyelvűség lakozott közöttük. Ugyanis a korabeli Izraelben nem csak az ott élő zsidókból lettek keresztjének és csatlakoztak az apostoli körhöz, hanem azok az úgynevezett görög nyelvűek is, akik a diaszpórából, a szorványból repatriáltak, hazatelepültek, akiknek a nyelvük, a beszélt nyelvük már nem a héber, de nem is az arám volt, hanem a görög. De természetesen itt nem csak nyelvi különbségekről van szó, nem csak arról van szó, hogy tolmácsot kellett használni az Isten tiszteleten, hanem ide szeretnék megérkezni kulturális különbségről. Kulturális különbségről. Más háttér, más környezet, más szocializáció, más gyökerek, más tradíciók. Megint hadd hozzak egy példát Magyarországon 2015-ben, amikor egy nagymértékű népvándorlás indult el keletről és délről, akkor jött elő a közbeszédben ez a kifejezés, hogy kulturális különbség. Más háttérből érkező emberek igyekeznek persze a mai napig eljutni Európába, és itt gyökeret ereszteni, ami valóban nem egy egyszerű dolog, és ez a probléma nem elhanyagolható. A Szentírás arról beszél, és azért ezt is mondjuk ki, hogy ez nem csak ilyen szinten jelentkezik, hanem egy keresztény közösségen belül is. Beszéljek magunkról, szeretett testvéreim, itt vannak olyanok, akik, ezt persze idézőjelben mondom, az anyatejjel együtt szívták be a bibliai történeteket. Mert a nagymamától, vagy pedig a szülőktől ezt hallották. És amikor elkezdtek hittanra járni, akkor ezen nevelődtek, ezen szocializálódtak. És legyen hála az Úristennek, hogy vannak olyanok, akik a későbbiekben, egy más életszakaszban, egy más életkorban csatlakoztak be, és ez az egyházias háttér, ez a vallási háttér nincs meg bennük. És adott esetben, mondjuk ki, ez igen elvezet feszültséghez, elvezethet feszültséghez. Vannak, akik azt mondják, hogy kikerülhetetlenül. Arról nem beszélek, hogy a mai magyar társadalom is tele van ezzel a problémával. Más háttérből, más nézőpontból, más megközelítésből közelítenek emberek, és támadnak feszültségek. Amire érdemes most már igazából odafigyelni, hogy ez az Isten lelkének a vezetése, de így is mondhatom, inspirációja alapján, azért rendezhető. És a hangsúlyt ide szeretném tenni. Mert ezek az apostolok, ahogy elmondja a Szentíró, az Isten lelkétől vezetett emberek voltak. Akik nem önmegvalósítást játszottak, hanem engedték, hogy a lélek vezesse őket, és a szempontjaik, azok nem magukról szóltak, hanem a közösségről,
aminek a szolgálatában álltak úgy, mint vezetők. Az első és lényeges dolog az, hogy szembesültek ezzel a problémával. Nem bagatalizálták el, nem söpörték a szőnyeg alá, nem tettek úgy, mintha nem történt volna semmi, hanem kimondták. Sőt, ami nagyon szimpatikus, ebből a szempontból van mit nekem is tanulnom, a felelősséget magukra vállalták. Nem tudjuk egészen pontosan, hogy a vád, ami megfogalmazódott, az igaz volt-e. Lehet. Ők azonban roppant nagyvonalúan, ahogy valóban lélektől vezetett embereknek az esetében adatik, magukra vállalták a felelősséget. Nem könnyű senkinek, egy lelkipásztornak sem, és bármilyen vezető pozícióban lévő embernek elfogadni adott esetben ezt az észrevételt, de így is lehet mondani, hogy ezt a kritikát valami hiányzik, valami hiátus mutatkozik. És az sem könnyű, hogy ebből az ember levonja a megfelelő konzekvenciát. Mit tettek az apostolok? Hát nem azt, ami általában szokott történni, most egyszerűség kedvére így mondom ebben a világban, de nyugodtan mondhatnám a magyar társadalomba, hogy akkor kiássuk a csatabárdot, meghúzzuk a frontvonalakat, behúzódunk a lövész árkokba, és akkor elkezdünk egymásra lövöldözni. Egyik oldal, másik oldal. Héberül beszélők, görögül beszélők. Hogy aztán az elválasztottság még tovább mélyüljön. Megint csak visszatérek erre, mert ezt én nagyon fontosnak tartom. Ez nem abból következett, hogy ők nagyon zseniális emberek voltak. Nem, a maguk nemében nem biztos, hogy okos emberek voltak. Halász emberekre kell gondolni. Nem voltak tanult, nem voltak iskolázott emberek. De engedték, hogy az Isten lelke vezesse őket. Az Isten szava. És ahogy Mózesnek azt mondta az Úristen, úgy az apostolok is megértették azt, hogy a dolgok így nem mehetnek tovább. És akkor megint mondom azt, amiről már korábban említést tettem. Bizonyos értelemben a hatalmat, de ez a jobb, a feladatokat a közösség vezetésében, gondozásában és ellátásában meg kell osztani. Meg kell osztani. Úgynevezett vezetés elméletekben én meglehetősen képzetlen vagyok. Egy-két morzsát összeszedegettem ezzel kapcsolatban. Lényegileg azért mostanság leginkább erről szoktak beszélni. Feladat megosztás. Közösségi, testületi elv, annak a gyakorlása és bevezetése. Tudjuk, szeretett testvéreim, hogy az egyházunkban ez évszázadok óta egyfajta gyakorlat. Református gyülekezetekben ezért vannak presbitériumok, tanácsadó testületek. Az igében azonban valami nagyon érdekes és figyelemre méltó, hogy a fölismerés és a megoldásra történő indítvány, javaslat az apostoloktól származik. Ők azok, akik odalépnek a közösség elé, és a közösségnek javasolnak valamit. Választhatok ki 7 embert. Mi a nevükből tudjuk, görögösen hangzó a nevek, hogy biztosan az úgynevezett görög nyelvűekből valók, és őket állítsuk szolgálatba. Hogy a probléma, ami fölvetődött, megoldódjék. Eredendően arról van szó, hogy a rászorultak segítése, amit mi diakóniának szoktunk nevezni, az rendeződjék a gyülekezetben, a közösségben. Az Ószövetségi igében is ugye ez a probléma. Mózestől azt igénylik, hogy adjon
az éhezőknek, a szükséget látóknak. Az apostolok tesznek egy indítványt, és ezt a közösség egységesen elfogadja. Picit kiélezem a dolgot, szeretett testvéreim, itt nehogy azt gondolja bárki is, hogy demokráciáról van szó. Hogy az akkor néhány fős gyülekezetet meginterjúvoltatták azzal kapcsolatban, hogy kinek milyen ötlete van. Nem ötletbörze történik, nem is relatív vagy minősített többséggel hoznak meg egy határozatot. Ez nem parlament, nem a politikumnak a szintere, hanem egy keresztény közösség. Ahol az Isten igéje, az Isten szava és az Isten lelke az, ami meghatároz dolgokat. És a jelző, amit oda szeretnék tenni, hogy a közösségnek a válasza az egységes. Egységes. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim, természetesen az egyházunk rendjében és egy olyan időszakban érkezünk, amikor ez megint aktuálissá válik, a közegyházban választások lesznek. Nincsenek tökéletes megoldások, a lehető legjobbat próbálja a református egyház is gyakorolni, akkor, amikor a többségi elv alapján kerülnek majd közegyházi megbízatásba olyan emberek, akik erre alkalmasnak és méltónak mutatkoznak. Ezt azonban én szeretném aláhúzni, amit az apostolok kimondanak. Mert a dolognak a lényegét én itt látom. Ők azt mondják, hogy ezt javasoljuk, az ő javaslatukat elfogadja a közösség. Mindezt miért teszik? Hogy mi ne hanyagoljuk el az Isten igéjének a hirdetését és az imádkozást. Szeretett testvéreim, ezen a helyen is, és egyébként más helyeken is arról van szó, hogy a keresztény közösség életének a középpontjában az Isten igéjének a hallgatása és befogadása áll. Olvassuk a római levelet, Pál apostol ezt megerősíti, amikor azt mondja, hogy a hit hallásból van. Még tovább viszem a dolgot. Azért vagyunk reformátusok, azért tartunk Isten tiszteletet, és hogyha egy picit hűl az idő, azért megyek föl majd a szószékre, nem azért, hogy lássanak, hanem hogy hallják az Isten igéjét. Mert ez a legfontosabb dolog. Ha valamit meg lehet tanulni az egykori első keresztény közösségektől, az, hogy ezt nem vétették el. Nagyon fontos a diakónia. Nagyon fontos minden más dolog, vagy fontossá lehet a gyülekezetben, adott esetben intézmény fenntartás, adott esetben iskola alapítás, de a legeslegfontosabb, ami mindent meghatároz, az az Isten igéje, az arra történő odafigyelés, és az abból való tápláltatás. Ez a mai ige ezt üzeni. Mi az, amit kérek mindnyájunkra nézve, adott esetben személyre szólóan, adott esetben közösségileg, hát ezeket a motivumokat, bizonyos kérdéseknek, problémáknak a fölismerését, adott esetben azoknak a kimondását, az azzal történő szembesülést, megoldási metódust, gyakorlatot azonban nem kereshetünk másonnan, egyedül csak Isten igéjéből. És még egyszer mondom, mi a legfontosabb szempont? Mi az, amit szem előtt kell tartani? Az a gyülekezet. Nem az a fontos, hogy az én elképzelésemben és az én számomban mi tűnik aktuálisnak,
Mi az, amit én szeretnék megvalósítani, mert fontosnak tartok, adott esetben önmagamra nézve, hanem az, hogy a közösség egészét, a gyülekezetet, mi az, ami építi és előre viszi. Megint csak mondom, a református örökség az, az Isten igényének a meghallása, befogadása, és az annak alárendelése a saját egyéni életemre nézve is. Kicsit más összefüggésben Keresztelő János Jézusra mutatva azt mondja, hogy neki növekedni kell, nekem pedig alábbszállnom. Én ezt annyiban módosítom most lezárásképpen, hogy az Isten lelkének a munkája, az Isten beszédének az érvénye és ereje növekedni kell bennem, nekem, meg a saját szempontjaimnak alá kell szállnom. Azért, hogy ami fontos, amit a mi Urunk Jézus Krisztus igéje és lelke által életre hívott, amit őriz és megtart az Anya Szent Egyház és a gyülekezet, az erősödjön és növekedjék. És hogy csöndesen, mint ahogy tették a hitvallásunk írói, mi is hozzá tehessük, hogy hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és az is maradok. Adja az Úr, hogy ez így legyen. Amen. Válaszképpen az elhangzottakra a 395. dicséretet énekeljük, végig valamennyi versével, 395, Isten szívén megpihenve. Fönnállva imádkozzunk. Urunk, valóban ezért a csodáért imádkozunk, hogy a világ meglássa rajtunk, hogy mi a te tanítványaid vagyunk. Nem egy közösség, nem egy egyesület,
nem egy klub, hanem azok, akik Jézus Krisztus mellett köteleződtek el, akik szeretnék őt követni, és engedik, hogy a krisztusi hatások a lélek erejéből, az Isten igényének kinyilatkoztatása nyomán vezesse és formálja, alakítsa az életüket. Adurunk, hogy ez így legyen egyéni életünkre nézve is, és így legyen a közösségünkre nézve is. Adurunk, hogy ne tévesszünk célt. Ne hibázzuk el az irányt. Ne azt tartsuk fontosnak, amit mi annak gondolunk és vélünk, hanem keressük azt, amit te szeretnél rajtunk keresztül elvégezni. Add, hogy ne csak a szánkkal, de a szívünkkel is, és ebből fakadóan a cselekvésünkkel, a hozzáállásunkkal azt munkáljuk, hogy tudnélik legyen meg a te akaratod. Add, hogy ez a közösség a te akaratodat keresse, annak rendelje magát alá. Hisszük, Urunk, hogy te valóban egységet, közösséget, békességet formálsz. Ez a lélek munkája és ez a lélek csodája. A lélek áradásáért imádkozunk. Add, hogy átfújjon keresztül, hogy megértsük önmagunkat, megértsük a helyzetünket, a veled való találkozás, a te igédnek a fényében. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy a te beszéded, a te igéd, az ne írott malaszt legyen. Ne egy többé-kevésbé jól vagy rosszul elmondott prédikáció, hanem az életnek a beszéde, ami nem csak hozzám szól, de engem érint, engem formál. Hisszük, Urunk, hogy bennünket is, mint az egykoriakat szeretsz, gondod van ránk. És lehet, hogy mi úgy érezzük, hogy olykor talán késik a segítség, de mégsem marad el. Add, hogy így tudjuk egymás, meg a magunk terhét hordozva is ezt a közösséget munkálni és szolgálni. Ki a maga helyén és megbízatásában. Add, hogy a hit, reménység és szeretet köteléke fogjon át bennünket, határozza meg ne csak az ünnepeket, hanem a hétköznapokat is. Így imádkozunk az Anyaszentegyházért, add, hogy a küldetését, a megbízatását be tudja tölteni. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik az élet perifériájára szorultak, add, hogy meglássuk őket, és valós segítséget és támogatást tudjunk adni. Áld meg, Urunk, azokat, akik szükséget szenvednek. Áld meg, Urunk, azokat, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, hogy a te igéddel megelégítessenek. És áld meg bennünket, hogy ezekben a történésekben ne passzívan vegyünk részt, hanem aktív, megbízottak Jézus Krisztus jóvitézei és katonái. Erre a szolgálatra szabadíts föl bennünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Jézus Krisztus szavával hirdetem az adakozást, ami Urunk azt mondja, nagyobb boldogság adni, mint elfogadni. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi mennyei atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, maradjon mi velünk most, és mindörökké. Amen. Tessenek helyet foglalni. Kedves gyülekezet, általában az Isten tiszteleti renddel szoktam kezdeni a hirdetéseket. Most a járványhelyzettel kell, hogy foglalkozzak, tekintettel arra, hogy ezzel kapcsolatban az egyházi, felsőbb egyházi fórumokról rendelkezés érkezett.
Ezzel kapcsolatban szeretnék néhány szót elmondani. A dolgok jelenlegi állása szerint az Isten tiszteleteink, a közösségi alkalmaink megtarthatók. Semmiféle tiltás ezzel kapcsolatban nincs. Annyit kér, érthető okok miatt az egyházi vezetés, hogy lehetőség szerint 100 főnél nagyobb közösségi alkalmat ne tartsunk. Erre majd szeretnék, erre a motívumra visszatérni. Most csak annyit, hogy fölhívom a figyelmet arra, hogy vasárnap két istentiszteletet szoktunk tartani. Délelőtt és délután, akinek nem terhes, nem problémás, és el tud jönni a délutáni istentiszteletre, ami létszámában mindig kisebb a délelőttinél, azt kérem, hogy az elkövetkezendő hetekben, ha erre lehetősége és módja van, akkor e szerint járjon el. Én nagyon bízom benne, hogy nem történik ebben a vonatkozásban más rendelkezés, a közösségi alkalmainkat tartani fogjuk. Mint ahogy a legtöbben viselik a maszkot, azt kérik, én is ezt kérem nagy tisztelettel, hogy ennek igyekezzünk megfelelni, és a közösségi alkalmakra hozzunk maszkokat magunkkal. Mi is fogunk majd vásárolni, lesz, ha esetleg valaki elfelejti, de kérem, hogy elsősorban az otthon lévő használatos maszkokat legyenek olyan kedvesek elhozni és használni. Ami változás lesz, de ez már ugye tavasszal is kihirdetésre került, hogy ismételten, én remélem, hogy záros határ időig, de a közvetlen kontaktust, nevezetesen a kézfogást, azt kérem, hogy mellőzzük. Én mindenféleképpen mellőzni fogom, kérem a testvéreknek a szíves megértését. Az előttünk lévő közösségi alkalmakról annyit szeretnék mondani, hogy délután 5 órakor tartunk istentiszteletet. Kedden 17:30 presbiteri gyűlést tartunk, az írásos meghívó is még a mai nap folyamán ki fog menni az érintetteknek, tehát kedden 17:30 presbiteri gyűlést tartunk. Szerdán a szokott időpontokban gyülekezeti biblia óráinkat. Mához egy hétre a tanévnyitó istentiszteletünk lesz délelőtt. Itt is érvényes, hogy aki úgy közvetlenül nem érintett, és el tud jönni a délutáni istentiszteleten, hadd hívjam föl erre a figyelmet. Tehát mához egy hétre tanévnyitó istentisztelet. Mához 2 hétre a pünkösdről elhalasztott konfirmáció lesz. Ez is népesebb szokott lenni. Ott is hangsúlyozottan kérném, hogy aki közvetlenül nem érintett, és el tud jönni délután, legyen olyan kedves ezt figyelembe venni. Amiről még szeretném, hogy a gyülekezet tudomással bírjon, hogy augusztus végével a Garai kolléganőm ugye távozott a szolgálati helyéről, mert Harkányba választották meg. Szeptember 15-én fog megérkezni az új lelkipásztor. A köztes időszakban én vagyok a helyettes hivatalosan, ez azt jelenti, hogy ma délelőtt a tiszteletes asszony volt kint Vaskúton, illetve tart jelenleg is Garán istentiszteletet, a jövő vasárnap pedig én fogom ugyanezt tenni, tehát a hittanévnyitó istentiszteleten Pap Szilvia tiszteletes asszony fogja Isten igéjét hirdetni. Én azt gondolom, hogy a szükséges információkat elmondtam a honlapra, gyülekezetünk honlapjára, ezt napokon belül föl fogjuk tenni ennek a részletezését. Én kérem, hogy aki csak teheti, jöjjön, a közösségi alkalmakat megtartjuk. Amíg az időjárás engedi, én bízom benne, hogy szép, hosszú őszünk lesz, a templom ablakok nyitva lesznek, tehát amit mi tőlünk tehetően megtehetünk a járvány megelőzése szempontjából, azt eddig is, és ezután is igyekszünk megtenni. Az záró énekünk a 380. dicséret, annak az első versét énekeljük, valamint a 6. verstől a 11. verssel bezárólag. A 380. dicséret így kezdődik, semmit ne bánkodjál Krisztus szent serege. Krisztus szent serege,
származza Krisztus, az ő szentet házát, miként a jó pásztor saját jó bocskáját. Valaki hallgatja a Krisztus mondását, viseli mindenkor szorgalmatos gondját. Siess most mi hozzánk, Krisztus segíj minket, a te szent ígéddel neveljed hitünket, és te szent lelkeddel bírjad életünket, hogy minden dolgunkban dicsérhessünk téged. Igaz fogadásod és minden beszéded nyilván vagyon immár minden dicsőséged. Ne hagyd el pusztulni e kicsi sereget, melyért a